az életjátéka, részlet, családi társashozás karantén idején. Nagymama Bozó Andi, nagypapa Egger Géza, Blanka nényei Klára, Kornél nényei Balázs. Én kezdek, nagypapa a rajtra tör. Papi rálépett egy piros mezére. Persze, persze, itt van a kártya, húzz egyet, papi. Mutasd, papi, mit ír? Köztársasági elnök lettem. Pedig még le sem diplomáztam. Jól van, hát kezdők szerencséje. Most viszont rajtam a sor. Megpörgeti ő is, viszont csak négyet léphet. Mégis mit jelentsen ez? Megbízságoltak gyorshajtásai? Ez csak egy játék. Nehogy, hogy elvegye a kedved. Ha még mindig te vagy a második. Na, mami, te következel. Pörges kérlek, csak kicsit gyorsabban. Jól van, ha erre a mezőre lépsz, adnom kell neked 2000 forintot, mármint a játékban. Jaj, de jó! Legalább nem leszek pénzülkében. Jolikám, ez aztán remek! Vehetünk belőle egy új grillsütőt. Viszont most én következem, és 9, azaz 9 lépéssel leelőzöm a nagymamátokat. Jövök, nagypapi, nem maradok le. Lássuk, mit ír a szerencsekártya. Dínyertes baromfitenyésztő leszek. Na hát. Na, jó neked, de én megvettem az első kisállatom. Mondjuk nem örülök neki annyira, mert tyúkot kaptam. Eladhatom a tenyészetbe? Micsak. Azt írja ez a kártya, hogy híres színésznő lettem. Na, hát micsoda boldogság. Jolikám, te mint híres színésznő. Ez a játék miket ki nem talál. A játék? Hát én pedig színésznő voltam, amíg hozzád nem mentem. Emiatt hagytam abba, de bár ne tettem volna. Gyerekek, ez is a korral jár. Kihúzta, hogy ő biza színésznő, erre megváltoztatja az egész múltját itt helyben. Aztán ne csodálkozzatok, a holnap már a vörös szőnyegről fog csacsogni. Hogy mered ezt a gyerekek előtt? Ilyen hazugságokat mondasz össze-vissza. És nézd meg, a bánfai nagymami lesz a kedvenc nagymamájuk. Ne keverjük bele a másik nagyszülőket, kérlek. Szerencsére ez engem nem zavar, hiszen én vagyok a kedvenc nagypapájuk.